Február 9-től 16-áig, immár 13. alkalommal zajlik ez a programsorozat nem csak Magyarországon, a határainkon túl is. Az igen kimondása után nem csak a korábbi státusz változik férjre és feleségre, a mindennapokban is számtalan jó és rossz pillanattal kell szembesülniük a házastársaknak. Egy új munkahely, a családi fészek megteremtése, a gyermekvállalás, egy családtag elvesztése előre nem várt nehézségeket hozhat a házasok életében. Van, ahol a házaspárok megáldásával hívják fel a figyelmet erre a programsorozatra. Máshol előadások, színházi estek, koncertek, fáklyás esti séták, gyertyafényes vacsorák várnak az érdeklődőkre. Természetesen otthon is lehet ünnepelni ezekben a napokban, hiszen akad, aki azért lehet hálás a házastársának, hogy kitereget helyette a mosógépből, elviszi a gyereket edzésre, vagy éppen virágot tesz elé. A rendezvény sorozat nyitó istentisztelettel kezdődött Debrecenben, s február 16-án záró szentmisével fejeződik be Budapesten.